Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, itt az E3 ugyebár, és van itt egy játék, ami hát régen nekem nagyon szórakoztató volt, Rage címre hallgat. Fel is ütöttem a YouTube-omat, mert emlékeztem, hogy én felraktam erről videót, mint kiderült 2011-ben, öcsém, 2011-ben raktam fel a Rage-ről videót, linkek, hagytam linkeket ennek a videónak a leírásában, csekkoljátok le, nagyon komoly. 2011, srácok, azóta vagyunk együtt, szerintem igazából még 2010 óta, de minden bizony 2011, a kezdeti évek egyike volt, akkoriban még azt se tudtam, hogy Mihály merre meddig, csak csináltam egy gameplayt a Rage-ről, mert egyszerűen nekem nagyon tetszett az a játék. És bejelentették ennyi év után, bejelentették most E3-on a Rage 2-t. És hogy őszinte legyek, amikor megjelent a Rage, magák a review-k, az értékelések erről a játékról nagyon ilyen közepesek lettek, hogy őszinte legyek. Senki nem nagyon volt úgy odaérte, akkoriban volt az, hogy elért úgy a gamer világ, abba a stádiumba, ahol az ilyen Duke Nukem, és Serious Sam, és Unreal Tournament, Quake, ből-szerű játékokból így a világnak már elege volt, és a Rage valahol ezt a Doom-szerű, ugyanez a Serious Sam, Duke Nukem féle hangulatot hozta magával, amit belekevertek egy ilyen vészlendes, utopisztikus, apokaliptikus világ hangulattal, fegyverekkel, és többi. Nos, én úgy voltam vele, hogy nekem már akkor is tetszett ez a játék bemutató szintjén, megjelent a játék, és megszereztem, és játszottam vele, és úgy őszinte lelki úgy gondolom, eleve akkor, aki játszott az a játékkal, olyan újságíró, már nem biztos vagyok benne, hogy végig nem játszottak ki, csak belementek egy pár órán, na jó, ez is egy nagy lövölde, és akkor írjuk meg, hogy ez egy nagy lövölde, szóval átlagosan 5-ből 3-at kapott értékelésekre, de hogy őszinte legyek, ez egy kurva jó játék volt, és hogy őszinte legyek, nagyon szórakoztató volt. A fegyverek változatosak voltak, a küldetések változatosak voltak, meg volt neki egy ilyen őrült faktora. Mi ezt tudnám legjobban hasonlítani, hogyha nem játszott a Rage-hez? A Borderlands-hez. Igen, a Borderlands-hez tudnám a legjobban hasonlítani, de csak egy kicsit jobb grafikával című történet. És íme itt van nekünk, behozták ezt a Rage 2 című játékot, és ugye a kérdés az, hogy kell-e nekünk, és azt látom, hogy a kritikusok, a nagyobb youtuberek, az újságírók részéről egy ilyen kisebb ellenállást érzékelek, hogy nem biztos, hogy ez az a játék, amit ki kellene, vagy be kellene jelenteni a Bethesdának az idei évben, de hogy őszinte legyek, valójában igenis ez az a játék, amire szükségünk van. Mert eleve a bemutatója alapján ez a játék kurva jónak ígérkezik, tehát egy ilyen Bulletstorm, tényleg mint a régi Rage, annak egy upgrade-je, mint egy Doom-nak egy ilyen jól megcsinált változata tudna lenni, csak ugye nem horrorisztikus, hanem inkább az új Doom-ra tudnám hasonlítani. És tényleg a Borderlands-nek részemről egy upgrade-elt változata ez a játék, szóval igen, ez a játék kell, és ez a játék lehet, hogy még frissen él a memóriánkban 2011, hogy nem volt olyan nagy szám, de igen, ez a játék nagy szám volt, és számomra mostanra egy ilyen kult klasszikussá vált ez a játék, és nem vert nagy hírverést, amikor kijött, hatalmas hírverés, de azért megvolt neki a hírverése, és sajnos kritikusok valami oknál fogva lehúzták ezt a játékot, ezért nem kapta meg azt a figyelmet, amit igazán kellett volna, és akkoriban azért már masszívan volt YouTube és a többi. Úgyhogy, és most elértünk ide, hogy Rage 2, és szerintem ez a játék fasza, és ez a játék kell. Erre a játékra úgy gondolom, hogy érdemes odafigyelni, amit kijön. Nem fog
akarni több és jobb lenni, mint a legtöbb játék, ami megjelenik. Ez egy egyszer lejátszó single player lesz, amit igazán fogsz élvezni igazából, mert nagyon pörgős, nagyon ilyen funky játékmenete van. A téma maga az nem fog odaverni, de ennél megfelelően szórakoztató lesz ahhoz, hogy játszassa magát a játék, és maguk a gameplayek, a változatos enemik, amik így benne lesznek, mert ahhoz képest ez egy sima egyszerű single player volt, a sima Rage is, tök jó változatosak voltak benne az elemék. A másik pedig, hogy a küldetések szintje, lehet, hogy mindegyikben, ezt most csak a régire mondva, lehet, hogy mindegyikben lőni kellett az enemiket, de a szenárió, a jelenet, ahova beraktak a küldetésekbe, ami köré berakták a küldetéseket, az nagyjából mindig más volt, és ezt nagyon jól aláfestették azon hangulatot, azon küldetéseknek a zenéjükkel, a játék zenéjével, az enemikkel, és ez nagyon jól megalapozta azt a Wasteland hangulatot. Tehát jó zene, jó hangok, jó gameplay. Szóval őszintén szóval nem értettem, hogy mi baja van a kritikusoknak ezzel a játékkal, és állítom, hogy az idei évi Rage-et rá azt fogják mondani, hogy ó, de jó, kis friss és szórakoztató, valószínűleg ilyesmit fog kapni. Van egy olyan érzésem. Csak akkor, amikor megjelent ez a Rage, valahogy a gamer világnak így már nem nagyon akartak látni e fajta shootereket, de én úgy gondolom, hogy most igenis újra szükség van ezekre, erre a magasfokú szórakoztatásra, hogy az unalmas percekben előkapod, és belenyomsz 6-7 órát, és kaptál egy szórakoztató játékot. Nem azt mondom, hogy vedd meg full árba, de lesz majd ez ilyen 10 euró, 5 euró, és akkor a legjobb játék lesz, amit megvehetsz, ami egyszer csak megjelenhet. Na jó, van, srácok, ennyi lett volna. Figyeljetek erre a játékra, szerintem móka lesz, fasza lesz. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, csekkold le a régi Rage videóimat. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!